Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Péter megkérdezte: Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium ígéi. Áldunk téged, Krisztus! Szeretném kérdezni elsősorban, hogy emlékeztek-e arra, hogy Antal testvér a tegnap hány törpét hozott? És miért hozta azt a 4 törpét? Bemutassa azt, hogy milyen egy közösség. Tehát amikor a szerzetességről kezdett ő beszélni, akkor egyik a közösség volt egy fontos dolog, utána még mit mutatott be Antal testvér? Igen, Doro? A három bog mit jelent? A hármas fogadalom. Akkor a következő pedig az volt, hogy a gyertya, hogy a szerzetes elég egész életét Istennek szenteli. Hát még volt egy emlékezetes dolog is, ugye, hogy miért barna a szerzeteseknek, a ferenceseknek a ruhája. És arra nem emlékszik senki? Igen. Igen. Tehát azt is, hogy a kereszthez hasonlít meg olyan, mint egy medve. Ja. Jó. Ma pedig Hugo testvér is a szerzetességről beszélt, és tovább folytatta. Egyrészt a fogadalmakat be is mutatták nekünk Robiék, és azt, hogy hogyan teszik le a fogadalmakat. És ezeket végignézve, a tegnap is, ma is, azon gondolkodtam el, hogy igen, de mindezeket, amiket Hugo is elmondott, és Antal testvér is elmondott a tegnap, én mindazokat a noviciátusban, meg a jelöltségben tanultam meg. Hát itt vannak a jelöltek közül is egy páran, tudják, hogy a Tibor testvér, meg a többiek ebben az évben mind ezekről gyomrozták őket, hogy tudjanak majd dönteni, tudják meg, hogy mi is a szerzetesség. De én arra gondoltam, hogy mi van előttem, hogy döntöttem én, hogy döntött Tibor testvér, hogy döntött Hugo, vagy Szabolcs testvér, vagy akár itt van Krisztina nővér, hogy hogyan jutott el odáig, hogy jelöltségbe menjen, vagy noviciátusba menjen, kezdjék ott tanítani neki mindezeket a dolgokat. És hát én ma azt gondoltam, hogy nektek ezekről beszélek, azt mondom el, hogy nálam, hogy volt, mik voltak azok a tényezők. Elsősorban, mikor 5 éves voltam, akkor a templomban nálunk Brassóban születtem, én a Bolognába jártunk templomba, és 5 éves koromban beültem az első padba, az volt a szokás akkor még, hogy a fiúk és a lányok is előjöttek az első padokba, én beültem a fiúk oldalára, a nővérem a lányok oldalára is, nem volt minisztrás este, kijött a sekrestés, megfogta a kezemet és mondta, hogy kéne jönni minisztrálni, és én tiltakoztam, hogy
nem megyek, és mondtam, hogy én még kicsi vagyok ahhoz, hogy minisztráljak. Ránéztem a nővéremre is, hát ha segít, aztán ő intette, hogy menjek, és akkor bementem minisztrálni, és akkor ott megismertem az akkori papbácsit, és aztán, hogy azutántól elkezdtem minisztrálni. Folyamatosan bejártunk a plébániára, aztán a ifjúsági csoport, hittanok. De ami nagyon fontos volt, és úgy emlékszem, az, hogy meghívott bennünket, volt egy segédlelkész, egy tisztelendő úr, aki meghívott esténként vele elimádkozni az esti imádságot. És volt egy csoport, akik minden este elmentünk, és a szentélybe leültünk, és ott elcsendesedve elimádkoztuk az esti imádságot. Később, mikor már nagyobb lettem, nem tudom, hogy miért, én észre se vettem, de esténként kimentem egyet-egyet sétálni, és akkor elimádkoztam a rózsafűzért is. És a tegnap, amikor a templomban voltam, és a szentségimádás volt, és láttam, hogy mennyire komolyan veszitek, és milyen szépen részt vesztek a szentségimádáson, ezért jutott eszembe ez, mert azt hiszem, hogy az egész szerzetességnek az előzménye az, hogy eljut az ember arra, hogy egy szerzetesi ruhát magára vesz, kordát, bogokat, regulát, ahhoz nagyon fontos azok a pillanatok, amiket az Úr Jézussal közösen eltöltünk. Azok a rövid kis pillanatok, vagy talán hosszabb pillanatok, amikor csendben vagyunk vele. Nagyon sokszor megkérdeztek már a hivatásomról, hogy miért is, hogyan is, és csak azt mondtam el, hogy hát ez mindig egy nagyon személyes dolog. Azért, mert megkérdezhetném itt a fiúkat is, a lányokat is, akik látom, hogy kedvelik egymást, hogy miért pont ebbe szerettél bele, és miért pont a másikba szerettél bele. Lehet, hogy azt mondják, hogy a göndörhaja miatt, meg a kék szeme miatt, de nem vagyok biztos, hanem tehát egyszerűen tehát az volt az a személy, aki megszólította, aki fontos lett számára, és ugyanúgy a Jóisten is meg-megszólít bennünket, csak meg kell halljuk, mert hogyha egy fiú mind szólongat egy lányt, és a lány sose figyel oda, nem is akarja észrevenni, hiába visz minden nap egy-egy virágot neki, mert azt elejti valahol, és nem teszi vízbe, akkor az hiába való, de ugyanúgy a lányok is hiába kacsingatnak a fiúknak, hogyha a fiú éppen másra néz, és nem néz az ő szemében, ezek mind hiába valók, és a Jóistennel is így van, hogy ahhoz, hogy meghalljuk a hívását, ahhoz, hogy tényleg elinduljunk ezen az úton, és én azt gondolom, hogy a szerzetesi életnek a kezdete mindig az, hogyha észreveszek egy-egy gesztust a Jóistentől, hogyha észreveszek egy virágot, egy szép dolgot, hogy azt annak tudok örvendeni. Amikor szerelmes voltam, akkor, hogyha kaptam egy kicsi dolgot, azt olyan fontos helyre tettem a szobámba, és akármilyen értéktelen volt az ott nagyon fontos volt, és hogyha valaki hozzányúlt, vagy valami történt vele, akkor igen, mint ezzel a gyertyával, akkor világ vége volt. Azt hiszem, hogy arra kell odafigyelnetek nektek is, hogy életetekben legyenek ilyen pillanatok, amikor elcsendesedtek, amikor meghallgatjátok a Jóistent is, amikor ráhallgattok. Most pedig folytassuk a szentmisét.